nagyjából egy évvel ezelőtt váltottál pozíciót. Hogyan telt az olvasás szempontjából ez az év? A kívülálló számára azt gondolom, hogy egy kicsit ígéretesebb, ami a szabadon választható könyveket illeti. És belülről hogy nézett ez ki? Ami az olvasást illeti, olyan nagyon sokat nem változott, mert ugye korábban is olvastam, meg most is olvasok. Egy dolog változott, hogy sokkal kevesebb hivatalos iratot kell olvasnom, mint korábban, de a munkámmal, tehát a jelenlegi munkámmal kapcsolatban is azért folyamatosan kell olvasni. Igen, hát ezt a nagyobb szabadságot feltételeztem, akkor ez végül is bejött. Részben igen. Tehát abban a tekintetben, amit az előbb említettem, tehát hogy nem hivatalos iratokat kell olvasnom, de hát a munkavégzéssel kapcsolatban is, meg egyébként is, tehát vannak kötelezettségeim is, és hát természetesen olvasok továbbra is a saját örömömre is. Milyen a viszonyod, vagy egyáltalán az a viszony, ami van, hogy alakult ki az olvasással, mire emlékszel? Ha jól tudom, akkor az Egri csillagok volt az első meghatározó olvasmányélményed, és aztán hogy alakult ez tovább egészen a bölcsészkarig? Én ugye az életkoromnál fogva ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik valószínűleg a legtöbbet olvasta Magyarországon. Ugye én 57-ben születtem, és a könyvkiadás és a könyvekhez való hozzáférési lehetőség igazán akkor futott fel, vagy azt következő időszakban futott fel. Tehát magyarán sokkal több lehetőségünk volt olvasni, mint az elődeinknek, de a televízió még nem volt olyan mértékben, nem uralta el a szabadidőt és a környezetet, mint ahogy a következő évtizedekben. Tehát az a generáció, amelyik ugye az 50-es, 60-as években született és nevelkedett, annak elsősorban a könyvek jelentették a mindent, a tájékozódást, a tanulást, a kikapcsolódást, a szórakozást. És hát ugye a 70-es évektől, ugye, amikor a televízió kezdett tömegessé válni, nyilván már elvitte akkor az időnek egy részét, meg az érdeklődésnek egy részét is. Tehát én, nekem is az életem az tulajdonképpen egy olvasási környezetben kezdődött. Ehhez nyilván azt is hozzá kell számítani, hogy tehát én olyan családban nőttem fel, ahol a tudásnak és a mondjuk így a műveltségnek vagy a tájékozódásnak nagyon komoly presztízse volt. Azzal együtt, hogy a családunk, ugye egyik fele egy paraszti család volt, a másik meg egy iparos család, de mindenki olvasott. A nagybátyáim egyik oldalon könyvesek voltak, de nagyon tájékozottak voltak, tehát nem lehetett a környezetükben mondjuk a Szlovéniát Szlovákiával összekeverni, vagy valami hasonló butaságot mondani. Másik oldalon a iparos nagybátyáim este az ágyba olvastak, és persze közben cigarettáztak, és tehát mindenki olvasott. Ilyen környezetbe kerültünk, és ilyen környezetben nőttünk fel, és minden lehető alkalommal, névnap, születésnap, karácsony, Mikulás, nyuszi, stb. Mindig kaptunk könyvet. Tehát a könyv az mindig szerepelt az ajándékok között is. És ez nagyon fontos a szocializáció szempontjából, hiszen azt tanultuk meg, és azt láttuk, hogy mindenki olvas. Amikor tud, az apukám, amikor villanyszerelő volt, akkor is táskájába hordta a Magyar Nemzetet, mert nekünk az járt, vagy az Újírás című folyóiratot, és ebédszünetben azt olvasgatta. Lefekvéskor is mindenki olvasott, és nekünk is, amikor még nem tudtunk olvasni, akkor is olvastak. Tehát, és ez is nagyon érdekes, hogy mit. Hogy például az apukám, ő nem meséket olvasott nekünk, hanem a Pál utcai fiúkat,
olvasta fel például, és nekem az igazi első olvasmányélményem az nem is az Egri csillagok volt, hanem a Pál utcai fiúk, mert akkor még nem tudtam olvasni, de ő esténként ezt olvasta fel nekünk, és megragad bennem örökre, mind a mai napig, annak a régi Pestnek a hangulata, amit ugye olyan csodálatosan varázsolt föl Molnár Ferenc ebben a regényben. 67 évesen se tudom azt elfelejteni, valahányszor ott járok a múzeum környékén, mindig eszembe jut, hogy golyóztunk a múzeumnál, ugye, amit a Nemecsek mondott, és amit ugye szoborba a Práter utcába meg is valósítottak. És hát amit említettél, ugye az Egri csillagok, mikor elsős voltam, akkor hát nagyon hamar megtanultam olvasni, és karácsonykor már elolvastam az Egri csillagokat. Ahogy a család történetedet mesélted, egy felvillant bennem, hogy én azt gondoltam, hogy olyan családból jössz, ahol az olvasás egy ilyen járulékos élvezet, mert hogy közben kitölti az időt a munka, és a munkának még van becsülete az a fajta, hogy az olvasás az csak a szabadidőnek a luxusa. Ez te hogy látod? Majdnem. De nem luxus. Tehát ez nagyon fontos dolog volt, hogy ez nem luxus volt, hanem talán egy ilyen késztetés, kényszer. A kisnagyapám parasztember volt, de nagyon okos ember volt. Ő például tanító szeretett volna lenni, ami a parasztgyerekeknek akkor a 19. század végén, 20. század elején egyfajta ilyen kiemelkedési lehetőség is lett volna, de nem engedték a szülei, hogy kell a gazdaságba. De ettől függetlenül ő is olvasott, és amikor kisgyerek voltam, akkor ott abban a mestergerendás parasztházban olyan olvasmányok voltak, hogy Búcsú a fegyverektől, például Hemingway, vagy a Feuchtwängler, Rókák a szőlőben. Ma már, ha ezt mondom, nem is nagyon tudják az emberek, hogy miről van szó. Ugye az olcsó könyvtári sorozat az 3 forint volt, és az nagyon sok ember számára tett lehetővé olvasnivalót, és nagyon sok ilyen volt, és náluk is, és akkor ő is például ilyeneket olvasott. De Marxot is olvasott például. Tehát ez az egész hozzátartozott az életünkhöz. Az, hogy a világ dolgaiba eligazodjunk. Az egyik család, mit tudom én, mi nálunk például a Magyar Nemzet járt, mi azt olvastuk, ami egy ilyen polgári típusú napilap volt, én azon nőttem fel. A másik nagyapám iparos volt, ugye ő a Népszavát járatta természetesen, de akkor azt is olvastuk. Akkor különböző színes lapokat járatta, képes újságot, akkor a keresztanyám a Fülest, és akkor ugye azt mindig hozta haza, és akkor ugye végigolvastuk a képregényeket, tehát nagyon-nagyon sokféle impulzus volt, sokféle tudnivaló volt. Ugye a Monok István, aki az Akadémiai Könyvtár főigazgatója, itt érettségizett ugye az egykori Dimitrov középiskolába, és ő szokta mindig mondani, hogy nincs haszontalan tudás. Valami mindig valamire jó lesz. A ti családotokban akkor nagyon egy ilyen alapélmény volt az, hogy elvárták tőletek a műveltséget, meg a tudást. Igen, ez így van. Hát most itt a kamera előtt vagyunk, de elárulom, hogy ugye több kis család is volt a faluban, vagy van, akik ugyanabból a nemzetségből származnak, hogy a mi családunkat okos kiseknek hívták. Mert állítólag ezt a nagybátyám szokta mesélni, hogy jött a tanfelügyelő az iskolába, ugye ő akkor volt kis diák, apámnak a bátyja, és hát állítólag ez a tanfelügyelő mondta, hogy hát ezeknek a kiseknek a többiek csak a térdig érnek. Most nem akarok hencegni, csak hogy érthető legyen az összevetés, hogy valóban ez nagyon fontos dolog volt, a tudás. Ugye Zamárdiról beszéltél, az életedben Székesfehérvár követte ezt,
majd egy év villanyszerelés, ami nagyon izgalmas momentum, és ezzel kapcsolatban, és aztán az Egyetem Budapesten, amiről már beszéltél, hogy te nagyon tudtad, hogy egyetemre szeretnél menni. Az az egy év érdekel, amikor én azt gondolom, saját múltamból kiindulva, hogy talán a könyvekkel tartottad magadban a hitet, hogy ez az egyetemi felvételi sikerülni fog? Hát nyilván. Na most azért azt szeretném elmondani, hogy én egyáltalán nem éreztem rosszul magam a munkahelyem, mert nagyon jó csapat volt, és nekem nagyon nagy élmény volt oda beilleszkedni. Ugye a Dédász áramszolgáltató vállalatnak a Balatonföldvári kirendeltségén dolgoztam, mint kirendeltségi szerelő, mert hát Székesfehérváron ugye én szakközépiskolába jártam, és villanyszerelő szakmunkás bizonyítványom is volt ugye az érettségivel együtt. Tehát én nagyon is jól éreztem magamat, és jó volt az egész, hát a miánk volt a Balatonpart, ha így lehet mondani, szép lakalsótól egészen Lelléig, és befelé ugye a települések, és minden nap jártunk, a műhely teteje a csillagos ég volt. Tehát nagyon érdekes és izgalmas dolog volt, és rengeteget tanultam, csak nem elégített ki. Tehát akkor is éreztem, hogy más kell, vagy több kell lennél, mert hát azért Székesfehérváron a középiskolában, ahol jártam, az egy fantasztikus szellemi közeg volt, ott az irodalmi színpadtól kezdve minden volt. Szavaló versenyekre jártam, még aranyjelvényes minősítésem is volt, tehát megfürödtem egy kulturális létbe. Székesfehérvár az egy polgári város volt mindig is, akkor még inkább, nem lett annyira feldúzzasztva, mint most. Nagyon sok hagyománnyal, és az iskola is, és egyáltalán ugye egy nagy iskolaváros volt, tehát hogy rengeteg ilyen élményért. És ugye ott volt nekem néhány olyan tanárom, köztük az osztályfőnököm is, akit Szopori Nagyos Lajosnak hívtak, akit magyar történelem tanár volt, és finn műfordító, aki egy ilyen atyai barátom vagy mesterem lett, és ő ugye a háttérből mindig támogatott, hogy igen, tanulni kell, és segített, és hát ugye így lendültem tovább tulajdonképpen a bölcsészkar irányába. Történelem könyvtárszakon. Ez milyen döntésnek az eredménye volt, hogy végül is a könyvtár is szerepet kapott az amúgy történelmi érdeklődésed mellett? Hát ugye ez egy racionális döntés volt. Tudnék, hát ugye a klasszikus párosítás az a magyar történelem szak lett volna. De az ott nagyon nagy volt a jelentkezőknek az aránya. És ez a tanárom, osztályfőnököm tanácsolta, hogy próbáljam meg inkább a könyvtárszakot választani, ha már úgyis történelmi érdeklődésű vagyok mondjuk elsősorban, nem minthogyha az irodalom nem érdekelt volna, de a történelem az nekem a végig kísérte az életemet, tehát a történelmi iránti érdeklődés, és ő ajánlotta, hogy akkor próbáljam meg a könyvtárszakot mellé felvenni, vagy együtt, a kettőt, mert ugye akkor kétszakos képzés volt, és nem bántam meg. Tehát azt gondolom, hogy végül is egy nagyon jó döntés volt, mert egy nagyon szép hivatást kaptam ezáltal, és minden egyébbel tudtam foglalkozni, ami egyébként érdekelt. És végső soron családot is kaptál. Nem ott ismerkedtetek meg a feleséget? De igen. Ő is erre a szakra járt, csak egy évvel lejjebb, tehát egy évfolyammal lejjebb járt. Egyrészt, hát én ugye a tanszék életében is, tehát a könyvtár tanszék életében, mivel kis tanszék volt, a kis tanszékek azok összetartók voltak, tehát a régész, a néprajz, a könyvtáros, ugye azok ilyen családias tanszékek voltak, ugye a másikok azok ilyen nagy giga tanszékek, a magyar vagy a történelem, ugye rengeteg féle tanszék volt ráadásul. Tehát a tanszéken egyfajta ilyen mentori szerepem is volt már a következő években.
végül aztán tanszéki képviselő is lettem, tehát a diákok közül, és hát én voltam a mentoruk is egyrészt. Másrészt pedig, hát ami egy óriási dolog volt, az az egyetemi kollégium volt a Budaörsi úton, hogyha valaki beautózik az M7-esen, akkor láthatja azt a hatalmas 11 emeletes épületet, ugye az az ELTE-nek a most Kőrösi Csoma Sándorról elnevezett kollégiuma, mellette ugye még a két 4 emeletes épület, és hát ott laktunk, és a kollégiumi közösség az egy fantasztikus közösség volt. Ott olyan baráti társaság alakult ki, ami mind a mai napig kitart. Épp néhány napja küldött az egyik barátunk, aki a Szófiai Egyetem néprajz tanszékének lett aztán a vezetője, most már ő is nyugdíjas, ilyen fiatalkori képeket valamilyen kirándulásról, amin itt örvendeztünk, hogy milyen vékonyak voltunk. Változtatott az olvasási szokásaidon, vagy az érdeklődéseden jelentősen az egyetem? Inkább csak kibővítette. Tehát rengeteg lehetőséget adott, ugye hát kötelezően nagyon sokat kellett olvasni, de nyilvánvaló volt, hogy ebből egy jó része az beletartozik az érdeklődési körbe, körömbe, nekem is, ugye különösen a történelemből is, de a könyvtári területen is, igen. És hát nagyon sokat dobott fel. Ugye nagy budapesti könyvtárakat használtunk. Én elsősorban a parlamenti könyvtárba szerettem járni, az országgyűlési könyvtárba. Egyrészt azért, mert nagyon jó történeti anyaga volt, főleg az újkori történelemből, és annak volt egy igazi ilyen békebeli milliója a parlamenti könyvtárnak, tehát ilyen süppedős szőnyegek, az asztalokon ilyen burás állólámpák, csönd, nyugalom, egy kis büfé. Az előtérben akkor ugye már szerveződtek ezek az ellenzéki mozgalmak, ugye Szabó Miklós történész professzor tartotta a repülőegyetemét, és nagyon sok érdekes dolog jött elő, és hát ugye a baráti meg az egyéb kapcsolatokon keresztül olyanokat is elolvastam, amit életemben nem olvastam volna el, például orosz klasszikusokat, és hát nagyon tetszett, és örülök, hogy ilyeneket is sikerült elolvasnom, vagy régészeti jellegű könyveket, vallástörténeti jellegű könyveket, tehát olyanokat is, amik nem biztos, hogy kézbe vettem volna. Tudnál mondani olyan könyveket, amelyeket a földi halandók is ismernek, de mondjuk, hogy az életedben nagy hatással voltak rád, és emlékezetesek mind máig? Hát ugye kettőt már említettünk, ugye sokan most morognak biztos, hogy na a kötelező olvasmányok, de hát nekem akkor is a Pál utcai fiúk egy hatalmas nagy élmény volt, és az Egri csillagok is nyilván nagyon nagy élmény volt, főleg ugye kis gyerekként, amihez még hozzátartozik egy másik olyan könyv, ami annak idején nagyon népszerű volt, ez a Mondák könyve, amit Komjáti István írt. Az is egy nagyon nagy élmény volt, mert az, hogy mondjam, tehát a magyarságot, a magyar, nem tudom, identitást talán abból szívtam először magamba, ebből a könyvből, ebből a Mondák könyvéből. Hát aztán ezres nagyságrendben lehetnének. Az egyik kedvenc szerzőm az Krúdy Gyula. Nagyon szeretem a stílusát is, meg. Hát, és például az a hangulat, amiről az elején beszéltem, tehát a Molnár Ferenc féle régi Pest hangulat, egy másik megvilágításba a Krúdy Gyulának a művein keresztül jön vissza, aki ugye a Nyíregyházáról Pestre költözött, és aztán onnantól kezdve ugye nagyon sok pesti témájú könyvet írt, ugye ez a régi Pest, a Józsefváros, a Ferencváros, a Tabánnak a világa. Amikor egyetemi hallgató voltam, akkor is sokat jártam ezen a területen. Én ezt a Pestet szeretem, a mostanit nem annyira. Mert hát Zajosnak is tartom,
nyüzsgőnek, úgy neurotizálja az embert. Ugye a régi Pest az nyugalmasabb volt, és meghittem. Hát nem is azért, hogy régen minden jobb volt, de konkrétan ezeket el tudom mondani, hogy ezt nagyon szeretem. Nagyon kedvelem a Márai Sándort. Amikor gyerek voltam, akkor is hát rengeteg, akkor például Móricz Zsigmondot nagyon-nagyon szerettem. Rengeteg Móricz Zsigmond művet olvastam. Ugye ezek megvoltak akkor a háztartásokban. Azzal együtt, hogy ez nem a mi dunántúli világunk, ez inkább ugye egy alföldi világot feltételez, de hihetetlenül erős az írás kultúrája, az írás művészete Móricznak. Hát ma már nem nagyon olvassák. Én nagyon szerettem Tamási Áront. És hát ugye, ami még gyerekkorunkból hagyományozódik, ugye a természet és a természet szeretete, hiszen egy olyan környezetben éltünk, természetes környezetben, Fekete István és Széchenyi Zsigmond, ugye ezek voltak még, akik a nagy kedvenceim ebben a tekintetben. Én is nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon szeretem a természetes világot. Nagyon kevés időm van kiszabadulni, de igazából akkor érzem jól magam, és ezek valami olyan hangulatot tudnak közvetíteni, ami hát az én számomra egy nagyon fontos dolgot jelent. A közelmúltból nem is volt rád senki akkora hatással, mondjuk a kortárs írók közül? Hát erre most nehezen tudnék válaszolni. Kevés, tehát olvasok kortárs írókat is, de inkább történelmi jellegű írók. Ami nagyon, nagyon megfogott és megrázott, az a Viski Andrásnak a kitelepítésről szóló könyve. A gyárdélyi író, és hát az valami döbbenetes írás. Írás technikailag is, és tartalmilag is, tehát azt azért mindenkinek ajánlanám, hogyha valamit szeretne tudni a elvetemült kommunista időből, most ezt szó szerint értve, akkor azt például olvassa el. De ugyanígy nagyon megrázó volt a számomra a szovjet hétköznapokat bemutató könyv, ami arról szólt, hogy hogyan manipulálta a bolsevik állam az állampolgárait, hogy most át az agyukat, hogy vette rá őket, hogy bűnösnek vallják magukat, és hogy a párt és az állam érdekében ugye mindenből kivetkőzve vállalják el azt a véleményt, amit egyébként rájuk akarnak oktrojálni. Tehát azért ezeket a műveket én nagyon ajánlanám bárkinek is elolvasni, mert sajnos ezek a dolgok nem mennek ki a divatból. Egy nagy ugrással, hogyha a gyerekeitekről beszélünk, ugye 4 gyermeketek van, akkor meddig volt jellemző, hogy adtatok a kezükbe olvasnivalót? Hány éves korukig? Hát, ugye erre azért nehéz válaszolni, mert előbb-utóbb mindegyikük felsőoktatásba elment, ha így ezt lehet mondani, tehát ott már nem kellett a kezükbe adni olvasnivalót, de van egy ilyen a családon belül egy ilyen ajánlás, vagy ilyen ajánlgatás. Feleségem jár egyébként az élen ebbe, ő nagyon szereti az olvasmány élményeket egyébként is megosztani, tehát ma is van, hogy ajánlunk egymásnak olvasnivalókat. Ezek különböző témájúak, tehát lehet közéleti is, lehet szépirodalmi is, de ez mind a mai napig megvan. Vagy például fordítva is igaz, mert az anyukám Zamárdiba lakik, és mondjuk én vagyok neki a könyvszállítója, tehát ott
ott is van egy több ezres könyvtár, de hát ugye ő is szereti az újakat olvasni, és akkor én szállítom neki mindig a aktuális olvasnivalót. Tehát nem kényszerítettük a gyerekeket olvasásra, csak olvastunk nekik, és volt egy környezet, amiben ők olvastak. Mindegyikük olvas, mind a négy, de mindegyik mást, és másképp. Több mint 40 évet töltöttél el könyvtárban. Már nyilván az igazgatói éveidre, amiből elég sok volt, nem annyira vonatkozhat a kérdés, nem tudom, hogy mennyire volt közvetlen kapcsolatod az olvasókkal, de voltál-e tanúja akkor, amikor még mondjuk olvasószolgálatban dolgoztál, olyan élménynek, hogy valakinek az életét megváltoztatta egy könyv? Erre nagyon nehéz válaszolni, hogy most az életét megváltoztatta-e vagy sem, de az biztos, és ebben ennyiben jogos a kérdés, hogy az emberek ma is szeretnek olvasni, régen is szerettek, és megvan egy folyamatos igény arra, hogy hát a tapasztalatokra. Tehát vagy előre kérdeznek és érdeklődnek, vagy utólag szeretik megbeszélni azt, hogy hát mi történt velük, vagy miért volt olyan nagy élmény például az életükben ez a könyv. Vannak negatív példák is, tehát amikor valaki beugrik például valami sarlatánságnak, és ugye fényevő lesz, vagy valami hasonló. Tehát ilyen is van egyébként nyilvánvalóan. Ugye a könyvtári környezetben azért mindig igyekszünk arra, hogy kizárjuk, vagy legalábbis minimalizáljuk ennek a fajta nem adekvát irodalomnak a létét, az ezoterikus irodalmat is. Volt olyan, amikor például a szientológusok bombáztak bennünket azzal, hogy fogadjuk be a könyveiket ajándékképpen, de hát persze nyilván ugye, ha már az elkezd terjedni, akkor annak nehéz kiküszöbölni a hatásait. Tehát azért az egy felelősség is, hogy egy ilyen intézményben mit és hogyan bocsátunk az olvasóknak a rendelkezésére. Családtörténeti jellegűek azok, amik például ilyenek lehetnek. Volt olyan, arra is emlékszem, aki a mi könyvtárunkban találta meg az elveszett, tehát a családjának az elveszett fonalát, és az például egy nagy élmény volt neki is, hogy ennek a segítségével visszatalált tulajdonképpen ebbe a közegbe, mert itt sikerült ugye fölvenni azt a szálat, ami őt hazavezette. Ilyen volt, igen, például. És ez nekünk is nagy élmény volt, hogy ahogy rátalálta újra az otthoni tájra. Most mi az, ami az éjjeli szekrényeden van, mit olvasol? Hát ez egy érdekes mű. Az Erdélyi Szalonnak a kiadásában jelent meg a Horthy Jenőnek, a Horthy Miklós testvérének a kiadatlan levele, vagy nem is kiadatlan, mert ezek ilyen részben ilyen lapokban megjelentek már. Ez a Horthy Jenő egy rendkívül figura volt a két világháború közötti Magyarországon, nagy sportember, lóverseny futtató, lovaregyletelnök és vadász, aki Széchenyi Zsigmonddal, Kittenberger Kálmánnal, Almási Lászlóval járta például Afrikát. Ugye ők is úgy érintőlegesen megemlékeztek róla, és most az ő bejegyzéseiből és a leveleiből készített az Erdélyi Szalon egy ilyen kiadást, és hát nagyon érdekes, élvezetes olvasmány. Ráadásul annak a tükrében, hogy én ugye korábban olvastam a másik résztvevőknek, tehát például a Széchenyi Zsigmondnak, vagy az Almási Lászlónak a írásait, és visszaköszönnek, csak most egy másik
másik szemüvegen keresztül ezek a történetek. Ez is nagyon érdekes egyébként. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jellemző, hogy egyik könyv hozza a másikat egy ilyen szerteágazó rendszeren keresztül? Van ilyen. Ez mondjuk inkább a történelemre igaz. Mert ugye ott vannak de bizonyos... De hát Ponyvát nem olvasol, vagy szóval ez mindig kiszámíthatóan ugyanaz az érdeklődésed. Hát úgynevezett Ponyvát nem olvasok. Azért nem olvasok, mert nem szeretem. Tehát nem szeretem az ilyen gagyi, meg gyenge minőségű dolgokat. Tehát azért, ha valamit olvasok, akkor annak van tétje általában. A történelemben van az, én ugye a történelmi könyveket is úgy olvasom, mint a szépirodalmat. De ott például sok összefüggés van, és akkor ugye egyik utal a másikra. Most olvastam épp előtte egy nagyon érdekes könyvet, Trianon enciklopédiának hívják, és azok a történészek, azok a neves történészek, akik a 20. század elejének, meg a két világháború közötti időszaknak a történetével foglalkoznak, ők állítottak össze egy úgynevezett Trianon enciklopédiát, amiben ilyen rövid 3-4 oldalas írások vannak, minden, ami összefügg azzal a változással, ami 1918 után következett be Magyarországon, és hihetetlenül érdekes ez is. Az életutak, az események, hogy miből lettek, hogy lettek. Tehát én nekem ez is egy nagyon nagy élmény. És ezek azért is fontosak, mert rengeteg ilyen beidegződés, vagy ilyen toposz, úgy mondják ugye a történészek, tehát az, amit feltétlenül el kell mondani valami eseménnyel kapcsolatban, ugye ezek élnek a köztudatba, és akkor ezeket halljuk vissza. Miközben hát a valóságban sokszor kiderül, hogy köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, csak lenne több alkalmunk, hogy erről, ezekről a dolgokról beszéljünk. Lehet, hogy nincs igazam, de az a benyomásom, hogy te nem kedveled a fiktív történeteket, csak a szigorúan valóság alapú, lásd, történelem történeteket. Na most, nézd, a regény is nagyon jó, ha izgalmas. Hát olvastam bőven ilyeneket. Gondoljál mondjuk a Gabriel García Márquezre, aki egy kedvenc íróm, ugye ez a kolumbiai író, szerintem a 100 év magány az egyik legfantasztikusabb mű, ami ebben a mágikus realizmus műfajban született. Tehát azt is szeretem, nincsen azzal semmi baj. De meddig tartott kiprovokálni belőled, hogy szereted Márquezt? Most ez azért van, mert ez alatt a több mint 60 év alatt, amióta tudok olvasni, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent olvastam. Tehát ebből nagyon nehéz ugye kiragadni bizonyos dolgokat, de amiket említettem, azok megállják a helyüket. Tehát azokat mind a mai napig, tehát a Krúdy Gyulát például mind a mai napig újra meg újra leveszem a könyvespolcról, és mindig olvasom. Na most az is egy fikció, amit a Krúdy ír, mert hát olyan szereplők vannak benne, akiknek ilyen költött neveik vannak nyilvánvalóan, ilyen Csibráki úr, meg Szép Vadászné, meg hasonló. De maga a millió, tehát az a világ, amit fölrajzol, az valami megejtő. És azt én is ugyanolyan kedvel olvasom, és nagyon szeretem. Azt nem szeretem, ami vacak. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm szépen.